Profi karrierje 5. évét zárt a 2015 végén Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező meglehetősen mozgalmas időszakot tudhat maga mögött, mivel az elmúlt évet még Franciaországban Olivier Taumo edző irányításával kezdte, majd Budapesten Jancsó Miklóssal készült a versenyekre, néhány hete pedig az eddigi utolsó Grand Slam főtáblás hazai férfi teniszezővel, Sávot Attilával dolgozik együtt. Miközben a magyar Davis Kupa csapat a korábbi junior wimbledoni bajnok vezérletével 16 év után visszajutott az euróafrikai egyezzónába, az egyéni versenyeket tekintve maradt hiányérzet a 23 éves játékosban, mivel a korábbi legjobbjának számító 135. helyezéshez képest 80 helyet visszacsúszott a világranglistán. A legjobb tornám szerintem a ATP 500-as barcelonai, ahol főtáblára feljutottam. Ott nagyon jól játszottam, és talán ezt is sajnálom a legjobban, mivel az első körben egy verhető ellenfelet kaptam, de sajnos kikaptam tőle, úgyhogy ott még tudtam volna egy kicsit menetelni. Fucsovics január 1-én Sávolt Attila társaságában már el is utazott Ausztráliába. Először is kezdek egy Challenger tornával, egy főtáblán leszek Adelaide-ben, majd Melbourne-ben 13-án a selejtezőt fogom játszani. A legmagasabban jegyzett magyar férfi teniszező céljai 2016-ban sem változtak, szeretne Grand Slam torna főtáblájára kerülni, a világranglistán pedig először a top 100-at, majd a legjobb 50-et célozza meg Fucsovics Márton.